Az elmúlt hétvégén három élversenyzőnk is nemzetközi eseményen képviselte hazánkat, ráadásul eredményesen. Faldum Gábor a világkupa sorozat kínai állomásán vett részt, ahol az elmúlt időszak gyengébb versenyei után nagyon kellettek a kvalifikációs pontok. Olimpikon sportolónk az egész verseny során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és a nagyon értékes hatodik pozícióban ért célba. Évekre úgymond viszonylag az úszás volt az, ugye egy kicsit kritikus ez az elmúlt, hiába nem sikerültek a versenyei, ez nem látszott, tehát tényleg az volt, hogy az úszáson nem múlt semmi, és kerékpár az úgy rendben volt, a futás az, ami idén nem akart sikerülni, nem akart összejönni. Nem azt mondom, hogy nem mindig magával a futással volt gond, ilyen-olyan problémák, ami gyomor, frissítés, vagy bármi más, de most viszont úgy jött össze, hogy viszont olyan időt futott, amit nagyon régen, vagyis azt mondom, hogy lehet, hogy még nem is. Gábor ezzel a teljesítménnyel és a megszerzett pontokkal harcban maradt az olimpiai kvalifikációért. Kettő másik élversenyzőnk pedig a Konstancában megrendezett Európa kupán állt rajthoz. Karai Levente a sikeres junior VB után most mutatkozott be a felnőttek között a nemzetközi porondon, és rögtön sikerült nagyot alkotnia. A még csak junior korú versenyző ugyanis hatalmasat harcolva egészen a dobogó harmadik fokáig küzdötte fel magát. A világbajnokságnak a jó eredménye után igazából számítottam rá, hogy egy jó eredményt fogok hozni. Magamnak megint ezt a top 10-et tűztem ki így a verseny előtt, ahogy így láttam a névsort, akik szerepelnek a rajtlistán. Hát ennek a harmadik helynek az igazság, hogy erre konkrétan nem számítottam, úgyhogy egy kisebb meglepetés volt számomra, és nagyon, nagyon örülök neki, hogy ez így összejött, úgyhogy igen, ez egy kisebb meglepetés volt. Levente mostani sikerének az értékét növeli, hogy több nemzetközi klasszis is jelen volt a Fekete-tenger partján rendezett versenyen. A másik bajai induló Király István végül a 24. helyen ért célba. A következő hetekben pihennek az élversenyzőink, majd október közepén Faldum Gábor az év utolsó három világkupa futamán áll rajthoz, ami kulcsfontosságú lesz az olimpiai részvétel szempontjából.